Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban ezt a MOL tartályvagont fogom egy kicsit élethűbbé tenni, különböző koszolási technikák alkalmazásával. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy lesz ebből a vagomból ilyen, akkor tartsatok velem a videóban. Először is, mint általában, kerestem egy megfelelő képet erről a vagonról, amit tudok alapként használni a koszolás elkészítéséhez. Szerencsére valamelyik nap pont járt erre egy olyan tartályvonat, amiben egy ehhez hasonló kocsi is szerepelt, így ezt a fényképet fogom róla felhasználni, ez szolgál majd mintául ahhoz, hogy milyen és mennyi koszt vigyek föl majd a vagon különböző részeire. És itt is van a szép tiszta vagonunk, először egy jó kis átmosással kezdem. Az átmosáshoz jó hígi festéket használok, egyetlen egy csepp abba a kis vízbe, és már jó is lesz. Az átmosás kiemeli ezeket a kis apró részleteket, illetve nagyon szépen a festék ilyenkor beül a kis zegekbe zugokva, ezzel imitálva azt, hogy ott a valóságba is ugye megszokott ülni a különböző kosz. Elsősorban itt a felső trepnét, ott a kis betöltőnyílásokat, a korlátokat kenem át, valamint itt a tartály oldalán ugye ezeket a kis bordákat kenem be, itt is ugye látszik, hogy szépen befolyik a híg festék ezekbe a kis apró kis zegzugokba, és nagyon szépen kiemeli ezeket a részleteit a modellnek. Többi részére a tartálynak most nem viszek fel festéket, az marad ilyen kis nyers. Így néz ki a végeredmény, jöjjön a következő lépés, a száraz ecsetelés. Száraz ecseteléshez ezt a kis aged white, ilyen kis mosott fehér színű festéket használom, ezt nem hígítom egyáltalán. Száraz ecsetelésnél ugye először jól megforgatom az ecsetet abba a kis festékpögybe, majd ezen a kis zsebkendőn megtörölgetem gyakorlatilag az ecsetet, hogy tényleg csak annyi festék maradjon rajta, ami éppen hogy a kis élekre, a kis sarkokra föl tud ülni, és akkor elkezdem vele itt. Először a kis fékállásnál, majd a másik végénél a száraz ecsetelést. Itt látszik is, hogy rögtön ugye a sarkokra, az élekre rögtön kiül a kis fehér festék. Ezzel lehet ugye azt imitálni, ott a referencia képen is látszódott, hogy ott a feketére festett résznél szépen megszívta a nap a festéket, és ugye ezeknél az éleknél jobban kifakult a festék, illetve ugye ez a világos színű por rakódott le oda. Ezek a kocsik egyébként jellemzően műanyag féktuskósak, így nem ilyen rozsdavarna szennyeződés kerül rájuk, hanem jellemzően ez a fekete és ez a nagyon picit ilyen szürkés színű por rakódik a féktuskókból a kocsikra. Ez a táblát is megecsetelem, itt föntről lefele való mozdulatokkal próbálom imitálni azt, amit a referencia képen is láttunk, az ilyen kis esőmosta koszt. Forgóvázak is, a kocsi másik végénél is ez a kis fekete részlet is szépen elkezd kiemelődni a feketeségből, és látszik, hogy hasonló effektet érünk el vele, mint ami a referencia képen látszódott. A lépcsők is kapnak egy kis ecsetelést, és itt az alvázon levő féktartályok és egyéb kis alkatrészek is. A nagyon apró kis zugokba is beszoktam egy picit ecsetelni, ott is így akkor el tudjuk érni ezt a kicsit megfakult festék hatást. És most jön az utolsó lépés, légecsetelés. Jól hígított festéket fogok használni most. Szintén először ezt a piszkos fehéret, vagy piszkos szürke festéket használom. Ezzel elkezdem magát a tartálytestet először átfesteni. Itt is ugye ilyen föntről lefele irányuló mozdulatokkal, ugye itt a kis hegesztések közötti részen próbálom imitálni azt, hogy ugye ilyenkor jellemzően, ahogy látjuk a képen, megfakul, kivilágosodik, és ilyen mattabb lesz maga a tartálytest, és ugye ez se teljesen egyenletes, tehát ezt próbálom meg itt a kocsi végén is reprodukálni, illetve ott ugye a fekete részeknél is kap fölülről, de csak fölülről egy kis ilyen világosabb színű
ködödést az egész kocsi. Jellemzően ugye a kocsi tetején jobban megszívja a napot, jobban kifakulnak ezek a részletek, oda küldtem több festéket, illetve látszik az is, hogy itt például a MOL logónál is milyen szépen majd a végeredménynél meg fog fakulni. Tehát ez a szín ez nagyon jól megfakítja az eredeti festését a kocsinak, illetve egy ilyen nagyon mattos hatást fog kelteni, hiszen ez egy matt festék. Olajlefolyásokat egyébként direkt nem csináltam a kocsi tetején, az eredeti kocsiról készült képen sincsenek olajlefolyások. Ezután egy ilyen szürke színű festékkel is átmegyek még egyszer az egész kocsin. Itt is a bordák közötti részt céloztam meg első körbe, hogy oda kerüljenek ilyen kis fakulásos csíkok, ugye föntről lefele, illetve ezzel megküldtem ott oldalt a kis fekete részeket, illetve ugye a pályaszámtáblát és környékét, valamint a MOL logó környéke is kapott egy kis ilyen színt, és szépen kifakulta az egész. És akkor az utolsó lépés után így néz ki a kocsi, ugye gyakorlatilag ilyen volt és ilyen lett. Nem volt célom az, hogy ilyen selejtmenetes járművet csináljak, igazándiból tényleg csak egy ilyen nagyon enyhe a referencia képen is látható koszlerakódásokat, fakulásokat, illetve minimális ilyen por lerakódást az alvázon szerettem volna elérni. Hát ezt így sikerült most. Szerintem jobb lett, mint a korábbi mávos tartálykocsim, úgyhogy majd még folytatom a sort, majd még jön a többi tartálykocsi is szépen lassan a kis ecsetem alá. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok. Hogyha esetleg gondoljátok, nyugodtan osszátok meg a véleményeteket itt erről a műveletről a kommenteknél.